Lassan lejár a hitelkamatok alacsony értékének időszaka, a hitelek pedig megdrágulnak. Erre figyelmeztetnek a szakértők, azt követően, hogy az úgynevezett ROBOR mutató megközelíti az 1%-ot. Ha nő a kamat, drágul a hitel, és ezzel egy időben a törleszteni való összeg is. A ROBOR mutató ugyanis elérte idei csúcsértékét. A lejhitelek esetében a kamat szintjét a ROBOR mutató alapján számolják ki. A mutató tavaly szeptemberben érte el a minimumot, akkor 0,68% volt, most 0,95%-ra nőtt meg. Egy egyszerű számítás azt mutatja, hogy egy 30 éves futamidejű 50 ezer eurós lakáshitel esetén a törlesztendő havi összeg 33 lejjel nő meg. A nemzetközi pénzpiacokon kockázatosnak tűnik Romániában befektetéseket eszközölni, emiatt nő a ROBOR mutató, mondja a Híradónk által megkérdezett gazdasági szakértő. Bakos Levente szerint ezt mindenekelőtt a lejhitelesek sínylik meg. Ugye a banki alapkamatok nőnek, vagy a hiteleknek a kamatjai nőnek, azoknak a hiteleknek is, amelyek már futnak, hiszen a szerződések rendszerint tartalmaznak egy ilyen kitételt, illetve azok, akik ezután akarnak hitelt felvenni, nehezebb körülmények között teszik. Ez elsősorban annak tudható be, hogy a nemzetközi piacokon a román pénzintézetek, a román ország kockázat nőtt való minden jel szerint, hiszen ez a kamatszint, ez tulajdonképpen tükrözi, tartalmazza az ország kockázatot. Is. Szakértők szerint a hitelek a következő időszakban tovább drágulnak majd. 2018 végére a ROBOR mutató elérheti akár a 2%-ot is. Országos szinten a lakosság közel 75 milliárd leértékű hitelt vett fel a hazai pénzintézetektől.